A mai találkozásokban segítségünkre volt a bánó. Összhangban az egészséggel. Meggyúrták, masszőr esett Tétár Enikőnek. Vágóterítéken a játékmestert kivesézték. Stól bemutat intim titkok és kockahas. Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Örülök, hogy újra találkozunk. Ma a testiségé a főszerep. Stól izmozik, Dítár Enikőt meggyúrják, Bruce Willis pedig csúfosan ráncolja a szemöldökét. Stól András otthonra talált. Ez úgy hangzott, mintha egy gazdátlan kis ebről volna szó, pedig nem is. Buci Vitéz leszerződött a Nemzeti Színházhoz. Egy különleges tárlatvezetésre vettük rá a népszerű színészt, melynek keretében nem csak az öltözőjébe, de ennél sokkal intimebb helyekre is bepillantást enged. András munkába állt. A reggeli és a bevetés bakája nem volt mindig jóban katonáikkal. Pont egy éve a Katona József Színház megvált Bucitól, és most a Nemzeti Színház lecsapott rá. És mi sem tettünk másként. Ez egy exkluzív interjú, mert nem nagyon látták még tévéstábok az öltözőket. És ha már itt tartunk, a konditermet sem. Pedig a hős szerelmes ifja kockahasát, amennyiben nem rendelkeznek ilyennel, valahol elő kell állítani. Lemegy, fölül. Lemegy, és odafordul, és egy, és kettő, és egy, kickboxot is lehet csinálni, mutatom, egy, és vissza, egy, és vissza. Na, és ilyenkor már elfáradok, színűzőt, hogy leszállok. És amit a konditeremben nem sikerült elérni, azt megpróbálja a sminkszobában pótolni. De akkor most le kell vetkeznünk félmesztelen, az belefér a magazin műsorába? Majd így letakarom a Melvin bombát. Így válik favágóból az ember hőszerelmessé. A Nemzeti Színház frissen szerződtetett színésze még bizonytalanul mozog az új épületben, de egy cseppet sem habozott, hogy megmutassa önöknek új munkahelyét. Úgyhogy örülök, hogy vendégül láthattam a veleteket. Ti vagytok itt velem. Harmadszor. Hát hiába, ő is nálunk vezet műsort. Jöven meg Gregor megúszta az északi tengert. A színész Skócia partjainál legújabb forgatásán esett a habokba, és csak a stábtagok lélek jelenlétének köszönheti, hogy élve került ki a jeges vízből. Először mindenki kétségbe esett, hiszen a vadult színész eltűnt a szemük elől, és úgy tűnt, hazája tengere örökre elnyelte. Egy szemfüles szemtanú azonban kiszúrta az ázott hőst, így végül a kaland szerencsés véget ért, és a színész végül ébbőrrel úszta meg a véletlen balesetet. Az Alphaville vágyai nem teljesültek. A 80-as évek népszerű bandája hiába vágyott rá, nem maradt örökké fiatal, legfeljebb a lelkükben. Ettől függetlenül 15 évnyi hallgatás után újra éledni látszanak. A kissé megrodgyant csapat nyilván elég nagyot bulizhatott, hiszen az énekes a koncerten némi támogatásra szorult. Egyszer mindenki megöregszik, még az Alphaville is. A szintipop félistenei hiába énekelték bőszem még a 80-as években, hogy Forever Young, azaz örökké fiatal, az együttes énekese kissé rokkantan érkezett a koncert előtti sajtótájékoztatóra. Ez még a tegnap esti fellépésen történt, a Begin Japan alatt. Csak oda akartam fordulni a gitároshoz, aztán dobtam egy hátast. Hát mit mondjak, elég furcsa érzés volt, nem is éreztem a lábamat. And when I landed, I had a very strange feeling. Marianne Gold és csapata az esti koncertre kiheverte sérüléseit, bár a rossz nyelvek szerint inkább a másnaposságukat kellett kipihenniük. A délután még kissé bicegő énekes újra elemében volt. Még az sem szegte kedvét, hogy csak néhány száz embernek énekelt. Egyáltalán nem érdekel, hogy 500 vagy 5000 ember előtt kell játszanunk. Nekünk csak az a lényeg, hogy jól szóljon a zenénk. Az együttes, noha már 16 éve működik, igazából ma is első albumának számaival arat sikereket. Úgy tűnik, ha ők maguk nem is, de a dalaik valóban örökzöldek maradtak.
Teljesen félreértelmezték az Örökké fiatal című szám szövegét. A szám egy kicsit ironikus, és azokat az embereket teszi nevetségesé, akik görcsösen próbálnak fiatalnak látszani. De hát az én esetem is azt mutatja, hát ez nem lehetséges. Az együttes másik extra slágere a Big in Japan is jár némi tanulsággal. A szöveg ugyanis a legkevésbé sem az Alphaville saját tapasztalataira épül. Úgy tűnik, hogy mi állandóan csak hazudozunk. Az igazság, hogy sohasem voltunk Japánban, ráadásul meg is öregedtünk, de talán jövőre elmegyünk oda is. Nos, azt valóban egy kicsit könnyebb pótolni, hogy az ember eljusson Japánba, de az öregedés problémáján azért még kell dolgoznunk egy kicsit. Fiatalkorom szép zenéje. Drew Barrymore levetkőzte gátlásait. Az egyébként sem visszafogottságáról elhíresült színésznő nemhogy újabb alapot adott a másságáról szóló pletykáknak, hanem egyenesen bemutatót tartott barátnőivel egy éjszakai bárban. A három hölgy több száz ember szeme láttára gabajodott egymásba édesen, és hamarosan a felső részek is a közönség közé repültek. A történet többi része persze már nem publikus, minden esetre Drew-nak lehet, hogy pályát kéne módosítania, ugyanis filmben még nem volt ekkora sikere. Következzen valaki, akinél lehet, hogy mégis bevált a fiatalság elixír. Détár Enikőt meggyúrták. A második baba után is roppant, feszes, csinos színésznőt egy olasz Dalia kaparintotta a keze közé. A masszázs nagymestere szerint, idézem, Enikő korrekt kis darab. Nos, most lehetőséget kap rá mindenki, hogy ezt saját szemével tapasztalja meg. Détár Enikő szépül, nem mintha a színésznő bájos külsejére bármi panasz is lett volna eleddig, de hát a virág is csak úgy virul, ha öntözik. Enikő egészen Hévízig utazott egy legendás olasz mágushoz, aki állítólag csodákra képes az ujjaival. A színésznő nem véletlenül izgult a találkozás előtt, a legjobb formáját szerette volna hozni. Csak olyat mutass, amit lehet. És ami jól néz ki, ami nem, azt már kivágni azonnal. Az ajtón és az ablakon. Fábio az olasz szexi dög igazi szívtipró. A sármos masszőrnek nem csak a mosolya, hanem a tapintása is megnyerő. Hát még a szövege. Signora Enikő, tutti bella hölgy, szép bőre vanni neki, és lenni igazi mortadella végzett asszonya. Ergo csak finominani szabad tapintani, mert aki oda nyúl, kinyúl. Kérdés, hogy mindehhez mit szól Enikő távolba szakadt férje, Rékasi Károly. Ám Enci mindenkit megnyugtat. Ahogy Kari gyúr, úgy senki más. Hogyha a Kari masszíroz, abban inkább úgy szeretek, ha valamikor meg rácsapok, hogy most meg nagyon erős és nagyon erős kezem van, minden masszírozom annyira. La donna è mobile, qual più al vento. Fábióban kevesebb az erő és valószínűleg a szerelem is, viszont annál több az ügyesség. Na igen, neki ez a szakmája, és ennek alig, hanem a nők örülnek a leginkább. Hát azért a szerintem ügyesen, de bár tájföldön járt ismerőseinket hallgatva, ki tudja. Talán ez is azért kell több energia, meg az, hogy valakinek nagyobb a keze, hosszabbak az ujjai, az szerintem jó, csak az jó érzés. Na most azt nem tudni, hogy Fábio vagy Kari ujjai nagyobbak-e, de az biztos, ha Rékasi Károlyon múlik, a család biztosan Tájföldre megy majd nyaralni. Vágó terítékre került. A játék nagymesterének magánéletéről kevés szó esett, egészen mostanáig. Hogy vannak-e titkos részletek és homályos pontok Vágó életében, az hamarosan kiderül. Sármos mosoly, őszinte pillantás és tarkopasz fej. Igen, ő Bruce Willis. A vígjátékok hőséből éles fordulattal akciósztár lett. Megnősült, elvált, csajozik, bulizik, de bármit is csinál, mi szeretjük. Bruce Willis igazi tehetség. Kár, hogy cizellált színészi játékát viszonylag ritkán csillogtatja meg. Persze ez érthető, hiszen jellegzetesen magasba emelt szemöldöke, kiegészülve csibészes mosolyával rendre dollármilliókhoz juttatja. Akkor meg minek is trapálja magát. Megfogadta szakít az akció filmekkel, ám ez csak félig sikerült. Mostanában éppen a divatos katonai mozik sorát gazdagítja a Hárt háborúja című filmjével. Hogy az átélés tökéletes legyen, a filmet egy kelet-európai barakban forgatták. Az a tábor rémes volt. Tökéletesen visszarepített minket a múltba.
Ha már a múltnál tartunk, tönkrement házasság, botrányos szerelmi élet, a hajkoronával egyenes arányban gyérülő siker. Willis életében a 80-as évek óta egyetlen biztos pont van, zenekara, amelyben Bruno Fedő néven harmonikázik és énekel. Nagyon szeretek zenélni, teljesen más, mint a színészet. Bruce Bruno szerepében is jól muzsikál, hiszen Las Vegasban teltházas koncerteket ad. Mégsem tudná elképzelni magát egy musical főszerepében. Nem, ez nem valószínű. Nálam sokkal tehetségesebb emberek játszanak zenés filmekben. Imádtam a Moulin Rouge-t, de nem hiszem, hogy bármikor elhívnának egy ilyen filmben. Nos, ez tényleg nem valószínű. Így marad az akció, meg a mosoly és a szemöldök. Micsoda férfi! Nem úgy, mint következő sztárunk. Michael Jackson újra apa lett. A tökéletes metamorfózison átesett popsztár boldog családja egy új kisfiúval bővült. A gyermeknek persze pont annyi köze van a két lábon járó plasztikai bemutatóteremhez, mint előző két szőkehajú, kékszemű és fehérbőrű állítólagos csemetéjének. A legújabb jövevény kivételesen színesbőrű, de Jackson most nem tagadja, hogy adoptálta a bébit, akit néhány hete szállítottak át birtokára. Hát, a kisfiúnak nem lesznek anyagi gondjai, az biztos, de példaképet talán jobb, ha nem otthonról választ. Vágó Istvánt kivesézték. A játékmestert egy újságíró tűzte tollhegyére, és egy egész könyvet szentelt a műsorvezetőnek. Vágó egy cseppet sem megalkuvó típus, és nem próbál szebb képet festetni magáról, mint a valóság. Olyan lenyűgöző ez az őszinteség. Vágó István bátor ember. Folyamatosan veszekszik életrajzírójával, és még csak nem is fél, hogy mi sül ki ebből. Igaz, sokáig hallani sem akart a könyvről. Akkor, amikor én először hallottam azt az ötletet a kiadó részéről, hogy rólam könyv készüljön, megrettentem, és természetesen rögtön azt mondtam, hogy nem. Ebből is látszik, hogy milyen következetes ember Vágó István, és akkor még nem is tudta, hogy milyen izgalmak várnak rá. Végig egy frázban voltam, mert hát nézzünk szembe a valósággal, nem egy technikai zseni ő, tehát gyakorlatilag szerintem nem az ő számára találták ki a magnetofont, ki kell venni a kazettát, meg be kell tenni, és jól kell tudni betenni a kazettát, különben rábeszélünk azokra a részekre, amelyek már elkészültek. Nádor Tamás, amikor nem Vágó Istvánról készít könyvet, akkor verseket vagy újságot ír. Ennek a könyvnek az ötlete mégis tévénézés közben jutott az eszébe. Van tévékészülékem, több is, és ennek következtében néha belenézek, és olykor az a bal szerencse ér, hogy Vágó Pistával találkozom. És ha úgy tűnne, hogy kettejük viszonya olyan, mint egy rossz házasság teli veszekedéssel, akkor nagyon tévednek. Várjuk a gyereket. Igen. Én nem emlékszem veszekedésre, bár a Pista úgy csinál, mintha veszekedtünk volna. Pedig nekünk is nagyon úgy tűnt, néha előfordult, hogy nem értettek egyet. De lehet, hogy mi láttuk rosszul. Mai játékunk a fantasztikus teljesítmény nyújtó Alphaville együtteshez kapcsolódik. Fantasztikus, hiszen 15 éven át láthatatlanok voltak. Melyik országba kívánkozik a korosodó csapat? Így szól a kérdés, a lehetséges válaszok pedig Kenyába, Elefántcsontpartra vagy Japánba. Válaszaikat a 0630-30-30-500-as számra várjuk. Heti játékunk megfejtése Rowan Atkinson, azaz Mr. Bean volt. Nyertesünk Diményné Palkó Mária, gyöngyös patai nézőnk, egy mobiltelefon és a hozzátartozó kártya boldog tulajdonosa. Napi játékunk nyertese pedig Török László, kazincbarcikai nézőnk. Gratulálunk! Közönség találkozó. Konta Barbara összejött egy rajongóval. Vajon hogyan találtak egymásra a néző és a bombázó? Kiderül holnap a találkozásokban este 6 óra után 5 perccel. De most egy kulisszatitok és egyben egy rövidke üzenet Szexárdra, Lajosnak, ifjabb Lajosnak és Józsinak. Az urak ugyanis fogadást kötöttek. Az idősebb Lajos azt állítja, hogy a műsor végi elköszönésben a bal kezemmel integetek és a jobb lábamat emelem fel. Ifjabb Lajos szerint a bal kéz és a bal láb játszik. Józsi, mint bíró, nem tud dönteni, és minket megkért rá, hogy tegyünk végre pontot a vita végére. Hát tessék, bal kéz, jobb láb. Szóval az idősebbik Lajos nyert, gratulálok. Köszönöm, hogy velem voltak, viszontlátásra. A mai találkozásokban segítségünkre volt a Bánó. Összhangban az egészséggel. RTL Klub.
Köszöntjük Önöket néhány órával azután, hogy a Szocialista Párt megnyerte a választások első fordulóját, az MSZP és az SZDSZ tárgyalásokat kezdett a második forduló előtti együttműködésről. A két párt képviselői arról egyeztetnek, hogy kilépjen vissza a másik javára abban a csaknem 80 választókerületben, ahol mindkét párt jelöltje állva maradt. Mindjárt jönnek a részletek a híradóban, várjuk Önöket! A múlt héten már a villanyt is kikapcsolták, így a 6 kiskorú gyermek és édesanyjuk teljesen egyedül maradt a családi pótlékkal. Álmok nélkül ma este a Fókuszban. Választások Magyarországon.